Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Takácsné Anita vagyok. Ez alkalommal úgy gondoltam, hogy mivel itt az eper szezon, ezért epret fogunk készíteni színes papírból. Viszont az mellett, hogy ez dekorációként is funkcionálhat, hogyha egy picit nagyobb méretű eperszemeket készítünk, akkor ez lehet egy kis dobozka is. Hogyha beleteszünk egy kis csokit, vagy a gyerkősznek a kedvenc cukorkájából egy szemet, akkor ezzel készíthetünk nekik egy kis meglepetést. Tehát akkor színes papírra lesz hozzá szükségünk, piros és zöld színben. Itt közben már meghajtottam egyet, a piros papírt az átló mentén fogjuk félbehajtani, és ugyanezt megismételjük még kétszer. Hogyha ez megvan, akkor egy félkört rajzolunk rá, amit kivágunk. Ez meg is van. Széthajtjuk a papírt, és ebből itt most 3 cikket kivágunk, arra nem lesz szükségünk. És itt a harmadiknál. Így fogjuk majd szépen összeragasztani, de mielőtt összeragasztanánk, én egy fekete filctól segítségével rajzoltam rá kis epermagokat, de ez természetesen el is maradhat. De hogyha mondjuk van éppen otthon a kezünk ügyében egy fekete toll vagy filctoll, akkor ezt szépen megrajzolhatjuk rá. Meg is van. És akkor fogjuk a papírragasztónkat, és ezt a cikket fogjuk beragasztani vele. És összeragasztjuk. Picit itt ezeket a kis, hát nem is tudom, fülecskéket lehajtjuk. Hogyha nem szimmetrikusan vágtuk, akkor itt picit még bevágjuk utólag, hogy össze tudjuk szépen hajtani. Mielőtt ezt összehajtanánk, ugyanígy egy zöld papírt megfogunk, és az átlója mentén félbehajtjuk. Ezt megismételjük ezt a műveletet még kétszer. Tehát ugyanúgy, mint amikor magát az epret csináltuk a piros papírból. És erre egy ilyen kis levérke formát rajzolunk elő. Lehet, hogy most annyira a zöldön nem látszik, de mindjárt kivágom, és akkor úgy jobban. Ez lesz ugye majd a levele. Jó, akkor a tűbe befűzzük a cérnát. Én hímző cérnát használok, ez egy picit erősebb. És akkor szépen itt az egyes kis cikkekbe beleszúrjuk, és ezzel átvezetjük mindegyiken a cérnát. Jó, hogyha körbeértük, akkor egyelőre kihúzhatjuk a cérnánkat a tűből, és óvatosan, hogy ne szakadjon el a papírunk, összehúzzuk az eper tetejét. Ugye így itt most láthatjuk is, hogy ugye a nagyobb papírból csináltam, ebbe bőven belefér egy kis csoki vagy cukorka.
Jó, szépen megigazítjuk, összehúzzuk. És akkor most én levágom egyformára a cérna két végét, mert mind a kettő végét vissza kell fűznünk a tűbe. Így, hogyha megvan, akkor még itt a levelünket középen átszúrjuk, és átvezetjük rajta a cérnát. Így, még egy picit meghúzzuk, és rákötjük. Csak egy kis masnival rögzítjük, hogy szét tudják szedni a gyerekek. Felesleg, azt levágjuk róla. És így elkészült egy eper, vagy egy kis dobozka. Kellemes időtöltést kívánok hozzá!